Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás, ahol megnézzük azt, hogy mi történik novemberben. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást, a díjam 4000 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Ez a férfi jelenti a lelki társadat, vagy utal a férfiakra. Itt a fejetek fölött mindkettőtöknél megjelenik egy fiatal hölgy, ez lehet valakinek a gyermeke, valaki a családból, vagy lehet egy ismerős, egy kolléganő, de lehet egy rivális nő is. Itt változnak a dolgok, hiszen a gólya jelenti a változásokat. Ez a férfi gondol rád, lehet, hogy ez a fiatal hölgy a lánya, és rá is gondol, ami így összefűz benneteket, ezek az álmok, az elképzelések, a szeretet, a szerelem, a szerencse, és a könyvek jelenthetik a tudást, a továbbképzést, de jelenthetik néha a zárkózottságot is. És most megnézzük, hogy mi várható az egyes hetekben. Első hét november hónapban itt látható. Ez a park jelenti a nyilvánosságot. Te megjelensz a nyilvánosságon. Itt vannak a beszélgetések a gyermekekkel, vagy a gyermekekről, de a gyermek jelenthet új kapcsolatokat, vagy újdonságokat is. A hegy utalhat egy hegyvidékre. Például útban vagy, lesz egy kirándulás a hegyekbe. De a hegyvidék jelentheti az akadályokat is, amit meg kell oldani. Ez sikerülni fog, lehet, hogy nem novemberben, hanem a tél folyamán, mert a hegyvidék jelenti a téli hónapokat is. Itt döntésekről van szó, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Az lehet, hogy novemberben vannak még akadályok, ami a döntéseket illeti, és el kell halasztani a télre. Itt ez a fiatal hölgy keresi a kapcsolatot veled, de itt voltak félreértések vagy viták, de ez elmúlik, hiszen a kasza eltávolítja ezt a helyzetet. Amennyiben ez a fiatal nő egy rivális személy, akkor ez a rivális személy meg a nézet eltérések eltűnnek, és lesznek változások, új kapcsolatok. Második hét november hónapban itt látható. Ez a torony jelentheti a nagyságot, például az otthonba valamit megnagyobbítani, vagy egy nagyváros. A torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is. És akkor a medve jelenti az élet erődet, ahol be tudod bizonyítani magadat, vagy egy bírósági ügynél lehet a bíró is. Itt is döntések lesznek, mert az utak jelentik azt, hogy itt van az útkereszteződés, és lesz egy új irány. Az is lehet, hogy valaki vagy valami útban van hozzád, és itt van a tisztaság, tisztázódik valami. Nagyon fontos számodra a biztonság érzete, ahol le tudsz gyökerezni, le tudsz horgonyozni. De ez nem mindig sikerül így, hiszen itt vannak az egerek, és ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, lesznek olyan pillanatok, amikor úgy érzed, hogy elveszíted a biztonság érzetét, elveszíted a talajt a lábad alól. A
Horgony az utalhat a munkára, a hivatásra is, ahol lesznek változások, itt is eltávolodik valami, vagy valaki felmond és elmegy a munkahelyről, az szerencsét fog hozni neked. De ez eltelhet 4 hétig, esetleg április hónapig. Itt a fa jelenti a gyógyulást, a gyógyító erőt is, itt van az élet, erő, a tisztaság, tehát lesz gyógyulás. 3. hét, november hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban. Megváltozik a hozzáállásod, a gondolataid, lesz egy szerencsés fordulat a szerelmi élet területén. Itt vannak az álmok, de ebből is el tudnak az egerek valamit távolítani. Azért előfordulhat, hogy vannak néha álmatlan éjszakáid. Itt a kígyó jelenti a gyógyító erőt, itt van az életerő, a szerencse, lesz gyógyulás. A kígyó lehet egy barátság is, egy nő, a kutya a barátságra utal, tehát egy barátnő, aki látni akar téged, aki meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás. Ez a hölgy a távolban él, itt van az utazás, és a virágcsokor azt jelenti, hogy lesz egy ajándék, egy meghívás, egy kellemes meglepetés. Ez a barátnő nagyon szívélyes és segítőkész, megbízhatsz benne. Itt van az utazás, vagy a remény, hogy az otthonodban, a családon belül meg tudsz szépíteni valamit. Itt ez a kígyó, illetve ez a hölgy, lehet egy barátnő, de lehet valaki a családból is, aki barátságos hozzád. 3. hét, november hónapban itt látható. Ő a könyvek fele tekint. Ez lehet egy továbbképzés, de lehet zárkózottság vagy titkok is. Itt van a hamisság, ami dühíti őt. Itt van egy fiatalabb férfi, valaki a környezetében vagy a családban. Lesz ettől a fiatalabb férfitől egy hír, vagy egy szerződés, és itt ügyelni kell az anyagiakra, hiszen itt van a csalódás, vagy az is lehet, hogy ez a fiatalabb férfi becsapja őt. Mivel itt van a mozgás, lehet egy autó vétele, vagy autó eladása. Itt anyagiakról van szó, de megjelenik itt a titok, meg a hamisság, mint hogyha valaki eltitkolna előle valamit, vagy megpróbálja őt anyagilag kihasználni. De ő rájön, hiszen ebbe az irányba tekint. Összefoglalnám, hogy mi történik novemberben. Itt van a nyilvánosság, a beszélgetések, fontos döntések, valaki megbántott téged a múltban, de ez elmúlik. Egy fiatalabb nő keresi veled a kapcsolatot, amennyiben itt a múltban volt egy másik nő, aki egy rivális szemét jelenthet, vagy valakit, aki megbántott téged, akkor itt a kasza ezt elvágja szimbolikusan, tehát lezáródik ez az esemény, vagy ez a hölgy eltávolodik tőled. Ezek lehetnek munkahelyi kapcsolatok is, hiszen itt van a munkahely kártyája, hogy hamarosan tisztázódnak a munkahelyen bizonyos dolgok, és ezáltal javul valami a környezetedben. Itt megvan az életerő, itt megnagyobbíthatsz valamit, egy barátnő közeledik hozzád jó szándékokkal, az is lehet, hogy lesz egy meghívás, egy utazás. Itt vannak az álmok, ami a szerelmet, a szeretetet illeti, itt van a szerencse, sőt, itt is a szerencse látható, ami őt foglalkoztat, hogy valaki eltitkol előle valamit, vagy megpróbálja átvágni őt. Itt vagy autóról, vagy pénzről van szó, persze mindkettő lehetséges,
és itt egy fiatalabb férfi van a háttérben, de ez a fiatalabb férfi kicsit zárkózott, és jönni fog egy hír, vagy lesz itt egy dokumentum, és itt vigyázni kell arra, hogy milyen anyagi helyzet van, vagy hol van kiadás, hogy ez igazságos-e, igen vagy sem. Úgy tűnik, mintha valaki szeretné őt becsapni. És ez volt a november havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!